Gyurcsány Ferenc ma reggel 9 óra előtt a Hunyadi téri piacon kezdte hatvani látogatását. Pártja programjáról beszélgetett az emberekkel. Ezután gyalog ment át a Bajza József gimnáziumba. Ide már nem engedték be kameránkat. Sajnálom, igazutasításom van rá, hogy nem jöhet be stáb. Köszönöm. Gyurcsány Ferenc elmondta, az oktatás fejlesztésére vonatkozó elképzeléseit vitatta meg az intézmény igazgatójával, miközben körbevezették az épületben. Ezek között szerepel a két tannyelvű oktatás bevezetése már általános iskoláskortól, valamint minden gyermeknek laptopot biztosítana a tanuláshoz, anyagi helyzetétől függetlenül. Ezekről már a sajtótájékoztatón beszélt, amielőtt demonstrálók fogadták transzparensekkel a Kossuth téren. A pártelnök a főtéri kávézóba is betért. Gyurcsány Ferenc a sajtótájékoztatón elmondta, hogy 60 szerencsés helyzetben van a munkahelyek tekintetében. Azt mondják a 60-iak, hogy kétfajta ember létezik. Itt 60 van, aki már dolgozott a Bosnál, és aki majd dolgozni fog. Akik munkát akarnak vállalni 60-ban, azok túlnyomó többsége, az talál magának munkát. Véleménye szerint azonban csökkennek a bérek, egyre több a zsebbefizetés és a díjazás nélküli túlóra. Kiemelte, hogy a kis és közepes vállalkozások többsége nem bírja fizetni a munkavállalók után az adóterheket, ezért sávossá tenni a TB befizetést, attól függően, hogy hány embert foglalkoztatnak a cégek. Gyurcsány Ferenc felmondaná a vatikáni szerződést. Nem kell semmilyen privilégiumot adni az egyházaknak. Engedni kell, hogy szabadon működjenek, de a nép egyházaként, előjogok nélkül. A pártelnök szerint a megállapodáshoz ragaszkodva az egyház privilégiumokra tart igényt, és nem a hívek üdvözölésének segítését, hanem az államhatalom támogatását tartják feladatuknak. Jézus egyháza nem ragaszkodhat olyan megállapodáshoz, amely megállapodást a vele együttműködő fél nem tart elfogadhatónak. Jámborság kell, hogy vezesse Jézus országát, nem pedig valamilyen fajta privilégiumhoz való ragaszkodás. Gyurcsány leszögezte, hogy a tagolt baloldal nem tudja legyőzni az egyesült jobboldalt. Hozzátette, az Együtt PM és az MSZP összefogása nem elég. A választók felől erős a kényszer, ezért kell összetartaniuk. A baloldali pártok között azonban elfogadható megállapodás még nem született. Gyurcsány Ferenc azt kérte Bajnai Gordontól és Mesterházi Attilától, hogy december 10-én üljenek le újra tárgyalni a koalícióról. Szeptemberben az MSZP a demokratikus koalíciónak két elemű ajánlatot tett, hogyha a képviselőhelyekről beszélünk. Két listás helyett az első 50-ben, hát ebből egy vagy kettő képviselő lehet, és 4 minden bizonnyal nem nyerő egyéni választókerületet. Mára nagyjából azt lehet mondani, hogy az Együttnek és a demokratikus koalíciónak a támogatottsága az egymás közelébe ért. Azonos vagy közel azonos. Ezért kiegyenlítettebb megállapodás sürget pártjának a baloldallal. A demokratikus koalíció részletes választási programjának kihirdetését februárra ígéri a pártelnök.